Julia de Corneaux neve ismerősen csenghet azoknak, akik szeretik a zavarba ejtő jó értelemben elcseszett filmeket. Debütáló művével a nyerssel egyből letette a névjegyét, az ember húsra rákapó tínédzser felnövés története a polgárpukkasztás mellett bőven adott útra a mélyebb tartalomra éhes nézőknek is. A titánt hasonlóan hatásvadász marketing harangozta be, nagy hangsúlyt fektetve arra bizonyos kocsival való szexelésre. De vajon valóban csak ennyi lenne a film, vagy a rendezőnőnek újfent sikerült maradandót alkotnia. Alexia gyermekként balesetet szenved, aminek következtében egy titánium lemezt ültettek a fejébe. Felnőve autókiállításokon dolgozik táncosként, és nem mellesleg sorozatgyilkosként tartja rettegésben a várost. Amikor a rendőrség a nyomába ered, drasztikus döntésre szánja el magát. Külsejét megváltoztatva kiadja magát egy tíz éve eltűnt fiúnak, akit a tűzoltó apja mindennél jobban szeretne visszakapni. A rendezőnő nem beszüdik azzal, hogy hosszú expozícióban felcseki a konfliktust, helyette egyből belecsap a lovak közé. Épp ezért, aki a Titán első fél óráját túléli, az nagy valószínűséggel az egész élményt képes lesz befogadni. Az első harmad ugyanis egy teljesen elszállt erőszakorgia, melyben egymást váltogatják a brutális gyilkosságok és a bizarr szexjelenetek. Igen, itt történik meg az a bizonyos kocsi szex is, mely a maga groteszk módján meghökkent és kínos mosolygásra késztet, főleg mert a főhős teherbe is esik az aktus során. A rendezőtől egyébként nem álltávol a fekete humor, az ezt követő házi bulin történő események is roppant komikusak, miközben magában a szituációban amúgy semmi humoros nincs. Abszolút meg tudom érteni, ha valaki ezek után kimegy a filmről, amin a vetítésem volt is példa, amikor néztem, pedig a cselekmény ezek után kezd valódi értelmet nyerni. Alexia ugyanis találkozik újdonsült, idézőjelben apukájával, Vincent-tel, kapcsolatuk pedig cseppet sem indul zöggenőmentesen. A fiúvá avanzsált lány szótlanul távolságtartóan viselkedik, a szökésen, sőt gyilkosságon gondolkodik, az újfajta közeg és a törődés mégis kihozza belőle az emberi ényét. Az sem elhanyagolható, hogy lassacskán kezdi megismerni a férfit, aki szintén nem kicsit defektes jellem. Képtelen együtt élni az öregedés tényével, illetve múltbéli traumáit sem tudja feldolgozni. Szeretetre vágyik arra, hogy egy másik fél kiegészítse az életét, és ezt meg is találja Alexia személyében. Rengeteg jelet, utalást kapunk arra, hogy a férfi tudja egyébként, hogy nem a fiát kapta vissza, mégsem ellenkezik, mert végre olyan érzelmek törnek elő belőle, melyekre rég nem volt példa. A titán lényege pedig ebben rejlik, hiába a helyenként öncélú polgárpukasztás és a zavarba ejtő jelentek garmadája, Dukornau két végtelenül kisiklott személyiség egymásra utaltságáról mesél, illetve az ő feltétel nélkülű elfogadásukról. Persze felvetődhet a kérdés, hogy akkor ehhez minek kocsi és a bizarr terhesség ábrázolása, ám ez a fajta kettőség teszi a filmet igazán emlékezetessé. Van, hogy valóban átesik a ló túloldalára, és szívesebben vettem volna, ha mondjuk többet tudunk meg Alexia motivációjáról, vagy Vincent traumájáról, de a rendezőnő olyan biztos kézzel dirigálja a művét, hogy képes kontrasztot alkotni a legkegyetlenebb testhorrorok és a melodráma között. Ennek ékes példája a zárás, mely nem hagyja el a bizarságát, mégis a maga módján kifejezetten szép és érzelmes. A titánt okkal érheti az a vád, hogy csak a megbotránkoztatásra megy, és rettenetesen öncélú alkotás. Ez amúgy részben igaz is, és emiatt nagyon szűk réteg lesz képes csak értékelni a benne rejlő tartalmat, de nem győzöm hangsúlyozni, igenis van itt mélység és mondandó, csak meg kell találni. Nem minden ízében kapott el engem sem, sőt, tipikusan olyan élmény volt számomra, mert a megtekintés közben sokszor felvont szemöldökkel néztem. Amiután végelet, nagyon sokáig velem maradt, nagyon sokáig agyaltam rajta, és minél többet gondolkodtam, annál jobban kezdtem szeretni. Dukorneu egy elképesztően tökös darabot alkotott, melyben úgy keveri a legelvetemültebb groteszséget, az egymásra utaltság lélektanát és a naturalista testhorrort, ahogy előtte még nagyon senki. Én pedig ezt tudtam értékelni, mert ilyen egy autentikus, jó értelemben elcseszett film. Az, hogy ki a célközönség és hogy kinek ajánlhatom ezt, fogalmam sincs, mert meg tudom érteni azt, akinek ez tényleg már túl sok és nagyon öncélú, de engem el tudott kapni és tudtam szeretni. Úgyhogy adok is rá 75%-ot. Ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájk, is iratkozz fel. Ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csac!